Szinte mindenki gyerekkorának fontos része a Mikulás, aki Magyarországon december 6-a hajnalán körbejárja a házakat és megajándékozza a jó gyerekeket. Az utca emberét egy Mikulás kvízre invitáltuk, hogy megtudjuk, mi mindent tudnak erről az ünnepről. Kiről mintázták a Mikulásnak a figuráját? Szent Miklós. Most ez a hülyeséget mondok? Nem, szerintem jó. De, jó. A Szent Miklós. Szent Nikolas? Nikolaus? A fogalmam sincs. Szent Miklósról tudtam már. A Mikulás Mürai Szent Miklós püspök népies alakja, aki a Krisztus utáni 3. században született, és többek között a diákok és a gyerekek védőszentje. Eredetileg milyen színű ruhája volt a Mikulásnak? Júj! Akkor legyen barna. Fogalmam sincs. Fehér. Kék. Legyen mondjuk kék. Na, ezt nem tudom. Nem, fogalmam sincs. Legyen barna. Arany. A Mikulás manapság piros ruhában ajándékozza a gyerekeket, azonban eredetileg lila palástal ábrázolták, ezzel is utalva a püspöki öltözetek jellegzetes színére. Hagyomány szerint a Mikulásnak rénszarvas kísérői is vannak. Hány darab kísérője van? 9! 9. Én is vagy 9-et, vagy 11-et mondtam volna. 9. 6 vagy 8. 7. 5. 12. 4. 6. 8. Az angol száz hagyomány szerint a Mikulás 9 rénszarvas segítségével járja körbe a földet. Leghíresebb közülük pedig a piros orrú Rudolf. Mióta gyártanak Csoki Mikulást Magyarországon? 1948. 96 óta. 1932. Tudom, 1836. 1940. Magyarországon 1934 óta gyártanak Csoki Mikulást. Egy friss felmérés szerint pedig átlagosan évente 8 millió darabot vásárolnak belőle hazánkban. Eredeti Mikulás az Lapföldön él. Ez a régió melyik ma létező országban található? Finnország. Igen, Finnország. Skandinávia. Finnország. Lapföld. Hú. Na, ez gáz. Finnország. Finnország. A finn Mikulás Lapföldön él. Neve jól opuk ki, ami finnül karácsonyi kecskét jelent.